A nyugdíjasok 2018-ban az ország több pontjára ellátogattak, de a városi rendezvényeken is rendszeresen jelen voltak. Az ülésen az idei esztendő célkitűzéseit is bemutatták. Folytatjuk az előző években jól bevált eseményeket. Az Egészségügyi Kisakadémia 120. előadása volt februárban, és hát 20 éve tart ez az előadás sorozat. Kiváló a kapcsolat a MÁV kórház és rendelőintézet szakorvosaival, főorvosaival és az előadókkal is. Folytatódik a rendőrkapitánysággal több éve sikeresen folytatott bűnmegelőzési kampány. Az egyesület, illetve a klubok munkáját az önkormányzat is támogatja. Szolnokon jelenleg 44 klub működik, a város éves szinten 2 millió forinttal segíti ezeket. Az idősügyi tanács végig gondolja, hogy milyen programokra, hogyan kellene ezeket a forrásokat felhasználni, és akkor ők meg is szavazzák a végén, hogy akkor ez hogyan legyen. Változtattunk sokat, mert annak idején ez ilyen urambátyám mozgalom alapján működött, aki jobban és többet tudott kijárni valami ismerősén keresztül, az több forrást kapott a működésére, aki nem, az kevesebbet. Most ezt egységesítettük, és egy fejkvóta alapú, illetve feladat alapú támogatással tudunk segíteni az idős generációnak. A közgyűlésen az egyesület alapítóinak, a klubok vezetőinek, illetve tagjainak munkáját díszoklevéllel ismerték el.